Budapest. Holnap délután helyezik örök nyugalomra a fővárosi Farkasréti temető művész parcellájában a március elején elhunyt Kós János, 81, tánáda énekest. A szertartás 13:30-kor a Makovec ravatalozó előtt kezdődik, ahol a család kérésére a temetői búcsú beszédet Szerednyi Béla, 61, a Madách Színház művésze mondja. Az emlékező kondoleálást egyébként a család kérésére Verőbz István színész rendező írja meg, értesült az ETV. Az elhunyt énekes koporsója mellett borlovagokának díszőrséget erősítette meg Kós János lányának, Kós Rékának a menedzsere, Csábi Zsolt. Mint azt korábban megírtuk, az énekes komikus nyughelye a temető 25. ös parcellájában lesz, művésztársa és jó barátja. A 2002. áprilisában elhunyt Hofi Géza, 65, színész humorista sírja közelében, de ebben a parcellában nyugszik Kós másik jó barátja, a 2014-ben meghalt Bajor Imre, 57, is. Az énekes lánya Réka korábban azt kérte internetes közösségi oldalán édesapja tisztelőitől, hogy akik szeretnék leróni a nyilvános szertartáson a kegyeletüket, azok lehetőség szerint egy szál virággal tegyék azt meg.